Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Május 20-a környékén vagyunk. Mostanában mindig egy pár nappal előbb felteszem a kalendáriumot. Természetesen a júniusit. Én ide kell tegyem a kezem, mert az időjárásunk az elképesztően hektikus. És hát ezt jól mutatja, ugye, hogy valójában a két hideget képviselő égitest, a Szaturnusz és az Uránusz továbbra is derékszögbe vannak egymással. Nyárra egy kicsit kitágul ez az erős fényszög, úgyhogy az azt jelenti, hogy a nyaralás, az esetleges utazások szempontjából mindenféleképpen egy kedvezőbb szakaszba érünk. Ilyenkor május végén időszerű, hogy a nyári időszakra, most meg már pláne, hogy feltettem a kiválasztó asztrológiának az első részét, tehát időszerű, hogy megnézzük, hogy melyek azok az időszakok, amikor jó utazni. Hogy egy picit tanító jellegű is legyen a dolog, elmondanám, hogy a földies jelek azok a rökközkötöttséget szimbolizálják, és kevésbé az utazást. Tehát igazából véve a tüzes és a levegős jelek azok, amelyek kedvezőbbek az utazáshoz, és ha mindenféleképpen még választanunk kell, akkor esetleg még a vizes jelek, főleg ha tenger, vagy tó, vagy folyó mellé megyünk, de egyébként a földies jelek a legkevésbé kedvezőek. Na most én végignéztem egész szeptember közepéig az utazás lehetőségét. Viszonylag békességes időszak van. Már is mondom, mert kezdjük rögtön ezzel, hogy aki esetleg tudja jobban irányítani vagy tervezni az idejét, tehát augusztusban, ugye gondoljunk arra, hogy a nap az oroszlánba beér a Szaturnusznak az opozíciójába, eléri az Uránusznak a kvadrátját, tehát igazából véve azt lehet mondani, hogy augusztus 15-e után, nagyjából 15-e után, tehát a 16. héten, ez nem kevés, mert azt akartam ezzel mondani, hogy nagyjából augusztus 16 és szeptember 16 között az idei évadban ez a legideálisabb a nyaralásra. Ha beletetszene gondolni, ennek logikai alapja is van. Tehát most az, hogy asztrológiailag az augusztus 16 és szeptember 16 között a legjobb, vagy a legideálisabb, ez egy dolog. De van egy másik fontos dolog is, hogy ha el akarjuk hagyni az országot, tehát ha ne adj Isten külföldi útra tetszene gondolni, akkor addigra már nekem az az véleményem, hogy egy kicsit lecsendesedik ez az egész, csak hogy úgy értsék, hogy miről van szó. A Szaturnusz a Földről nézve hátráló. És ez azt jelenti, hogy 9 fok 10.842-re megy vissza az augusztus 16-ai héten. Ugyanakkor az Uránusz már 14.47 bika. Természetesen ezt majd a Szaturnusz utol fogja érni, de nem most. Tehát ezek most az egyik hátrafelé, a másik pedig előre rohant a bikába. Tehát ez azt jelenti, hogy ebben az időszakban ez azért már elég nagy orbisz, elég nagy hatókör, hogy azt mondjuk, hogy hát igazából véve ez a kvadrát csak akkor érdekes, ha éppen átmegy rajta valami. Tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy itt egy olyan szakasz következik, ami, tehát augusztus 16-ra már a nap is elhagyja az Uránusz derékszögű fényszögét. Tehát itt már nincs,
ha nagyon-nagyon be akarjuk erőltetni, akkor még az előző hét, bocsánatot kérek, hogy itt lapozgatok, tehát elmondanám, hogy a pontos, exakt fényszög a Nap és az Uránusz között az 7-e szombat, augusztus 7-e szombat. Ráadásul egy nappal később újhold van. Tehát ebből a szempontból nézve ez nem túl kedvező. Viszont úgy nagyjából a hét közepe tájékára, de kifejezetten 12-ét mondanám, amikor a hold már a mérlegben van. A mérlegben van, és nagyon jó fényszögekkel. Tehát a 12, a 13 ragyogóak lehetnek már elutazás szempontjából, akár külföldre is. Tehát a 12-13-ig, és onnantól kezdve ez az a szakasz, amikor úgy sok vizet az Uránusz és a Szaturnusz nem zavarnak. Tehát ezért kezdtem ezzel, hogy akinek van erre lehetősége, az erre tervezzen, és még egy fontos dolog, hogy szerintem addigra már mindenhol egy kicsit lecsendesülnek a dolgok, és jobban fogjuk látni, vagy tudni, hogy milyen lehetőségek vannak külföldön, akár Horvátországban, akár egyéb más országban, hát nyilván nem akarok én most utazási ötleteket adni. Tehát a lényeg, hogy 12 előtt nagyon nehéz szakasz van. Mikor lehet esetleg egy könnyebb szakasz, ami a kettő között van? Visszafele haladok, mert ugye itt az a helyzet, hogy a Vénusz és a Mars azok átmennek az Uránusz és a Szaturnusz kapcsolatán, majd a Nap és a Merkur még a rákban vannak. Tehát ezért nyugodtan mondhatjuk, hogy a következő ilyen viszonylag nyugisabb szakasz az nagyjából, tehát azt mondja, hogy a Vénusz az, hát megint azt mondanám, július 16. Július 16 az már egy kedvezőbb szakasz. Július 16, mérlegben van a hold, megint lehet pénteki nap utazást lehet szervezni, illetve tervezni. Utána július végéig teljesen nyugi van, és az augusztus eleje hát nagyjából azt lehet mondani, hogy második az már Nap-Szaturnusz opozíció, tehát július 31-ig, már a 31 se olyan jó, tehát július 30-ig be kéne fejezni az utazást. Tehát akkor tetszettek érteni, ugye? Július 12 durván, amikor, bocsánat, július 16. Tehát július 16-tól ott van egy durván két hét, július 30-ig. Igen. Tehát ez a másik szakasz, amikor ugye utána az egész társaságot hátrébb kell vinni, hogy kikerülje a Mars is az Uránuszt, meg a Vénusz is az Uránuszt. Mondom, mert itt most már igazában véve júniusban vagyunk, ez már a jelenlegi kalendáriumot is érinti. Tehát valójában azt lehet mondani, hogy nagyjából június 24 az, ami még viszonylag nyugodtabb, és akkor utána jön egy nagyon durva szakasz, ez pedig a július eleje, Mars-Uránusz kvadrát, utána bemegy a Vénusz ebbe, tehát igen. Végül is ez azt jelenti, hogy
június 26 és július 16 között az elvben én nem mennék, tehát én biztos, hogy nem utaz, illetve nem is fogok utazni ebben az időszakban. És június hónapban, tehát most már a Marsot is visszavisszük, Vénuszt is, Merkur retrográd, mindegy, az kis probléma. Na, tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy az előszezon, ugye a június 20-áig terjedő időszakban van egy nagyon nehéz fényszög 5-én szombaton. A Mars-Plútó szemben állnak az égen, a Merkur a Neptunnal derékszögben áll. Tehát június első hetében nem annyira jó menni, aztán 9-e már vállalható. Tehát valójában 9-től június 26-áig az megint egy jó időszak az utazásra, majd a napokat közben fogom mondani, hogy mikor még kedvezőbb. Tehát most egy nagyobb időintervallumot néztünk végig, ismételjük át még egyszer, mert nem olyan bonyolult. Tehát van egy nagyobb időszak június 9-től június 26-áig, utána szünet. Tehát 6. hó 9-től, 6. hó 26, utána jön 7. hó 16-tól, 7. hó 26-ig. Majd augusztus 12-től szeptember 16-ig. Úgyhogy tengerre, magyarra, hogy szokták mondani, vagy Balatonra, vagy Mátrába, mindegy, kinek mi tetszik. És akkor nézzük a júniust. Tehát valójában a júniusi időszaknak három olyan fő meghatározó eleme van, amire oda kell figyelnünk. Az egyik, hogy a drága Merkur az retrográdba lép, és hátráló egészen, mondom már is, hogy jó sokáig, hogy a csuda vigye el, úgyhogy a június 26-ai héten lép direktbe, de nyaralás szempontjából ez nem probléma. Egészen pontosan 6. hó 23-án lép direktbe. Mit jelent ez? Tehát június egész időszakában 23-áig nehéz az ügyeket intézni, és hogy minden szép és jó legyen, a Neptun derékszögű fényszögéből megy vissza, tehát egész addig, míg ezt vissza nem éri, tehát egy kicsit, tehát igazából véve a fontos ügyeket nem most kell intézni. A vásárlások, tehát jó, nyilván tejet, aki iszik tejet, annak venni kell, a kenyeret venni kell, tehát, de ne bosszankodjunk, tehát nem annyira kedvező a közlekedésre, nem annyira kedvező a vásárlásra, ügyek intézésére, szerződések aláírására. Tehát nehéz ez a szakasz. A másik, hogy a Mars érinti a Plútót, ahogy mondtam, 6. hó 5-én, akkor lesz a pontos szembenállás. Tehát ez mindenféleképpen azt jelenti, hogy itt a szombat, a 6. hó 6-a, a vasárnap, és a 4-e, tehát itt ez a 3 nap, ez különösen közlekedési szempontból, tehát Merkur-Neptun kvadrát, Plutó-Mars opozíció, ez egy nagyon-nagyon húzós szakasz. 4-e, 5-e, 6-a, majdnem azt lehet mondani, hogy a júniusnak az egyik legnehezebb szakasza. Úgyhogy ez a hétvége, ez semmire se jó. Úgyhogy nyugi erre az időszakra, nyugalom. Június első napjai, hát kicsit feszültséggel terhesek lesznek, naphold kvadrát 2-án,
a Hold az beér a halakba, együtt áll a Neptunnal harmadikán, szóval nem Merkurral kvadrátba kerül, tehát vannak ez igazában véve, tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy a hatodik hó első hete, és még a hetedike is nem az igazi. Hatodik hó 9-én beér a Hold az ikrekbe, ami, bocsánatot kérek, csak valamilyen ilyen nyárpihe, vagy mi rápült a nózimra, és zavart. Tehát a 9-e az útra, utazásra jó. 10-ével az a baj, hogy holdfogyatkozás lesz, és új hold van. Tehát, bocsánat, hülyeségeket beszélek, napfogyatkozás lesz, és új hold van. Tehát 10-e az nem annyira jó utazni, viszont jó lehet az utazás 11-én pénteken, még nagyjából azt lehet mondani, hogy az indulás reggel nagyjából 9 óráig nagyon jó. De igazában véve, ha esetleg víz mellé mennek, akkor utána még a Hold a rákba megy, Jupiter trigonba van, délután a Mars belép az oroszlánba. Ezek mind, tehát 11-e teljesen lehet jó, 12-e is lehet jó víz mellé utazni mindenképpen. Tehát a 9-e előtt nem igazán, 9-e igen, 10-e nem, 11-e igen, 12-e igen. 7-e, 8-a az bikában van a Hold, tehát például az egy nagyon jó szakasz, hogy előkészülni az indulásra, összeszedni a dolgokat, feltérképezni, hogy mire van szükség, pénzügyi tranzakciókat elvégezni, ez erre mind jó. Ha a külföldre megy az illető, valutát kiváltani, 7-e, 8-a, 8-a este már nem jó, tehát napközben jó. Na most itt már azért mondhatjuk azt, hogy a műtétre is lehet alkalmas a dolog, de igazában véve én a 7-ét még a Mars-Plutó pozíció miatt nem igazán javasolnám, a 8-a az már lehet jó, és ez lehet jó a hasi terület műtétjére, illetve lehet jó a térd műtétre. 9-e, 10-e műtétre azért nem jó, mert a napfogyatkozás és az azt megelőző holdállás az kifejezetten a szíveseknek nem túl kedvező. Műtétre viszont alkalmas lehet a 11-e, ahol a korán reggel 9 óra előtt még lehet a lábszáron végzett beavatkozás, a bőrön végzett beavatkozás, a deréktájon végzett beavatkozás. 9 órától viszont ott már a láb fejen végzett beavatkozás jöhet szóba, és az orron végzett beavatkozás jöhet szóba. No, hát ugye elérkeztünk a június 14-i héthez, amire beszéltük, hogy ez itten lehet jó. Például fogászati kezelésre lehet jó a 14 és a 15-e. 15-én lesz a pontos Szaturnusz-Uránusz derékszögű fényszög, tehát ekkor lesz a pontos kvadrát, és a nap meg a Neptun fényszöge is. Tehát itt igazában véve ez a két nap, ez egy elég erőteljes, negativisztikus nap. Ennek ellenére mondtam, hogy a fogászatra nem olyan rossz, műtétre nem annyira kedvező, kifejezetten nem túl kedvező a 14-e.
15-e az valójában kisebb jellegű beavatkozást a fejen lehet végezni, a csípőn lehet végezni, kisebb jellegűt, nagyobb jellegűt nem. Utazási szempontból a 15-e az javasolt, az lehet, az szóba jöhet, 15-e nagyjából egész nap, oroszlánban van a hold, és ez kifejezetten a mediterrán területeket meg lehet célozni 15-én. 16-17 utazási szempontból nem annyira jó, 18-án csak 10 óra után, de viszont 19-e is lehet jó, és a 21-e is lehet jó. Műtétre nem mondtam, hogy kedvező lehet, 16-a, 17-e. Az kifejezetten lehet jó a térden végzett és a nyaki területen végzett beavatkozásnál. Tehát 16 és 17. Ugyanakkor az alsó fogsoron végzett beavatkozásra is lehet kedvező. Műtétre a péntek késő délelőtt vagy kora délután jöhet szóba, itt kifejezetten a tüdő, vállöv területe, borda terület, illetve a lábszár területén végzett bőr, lábszáron a bőr, más területen nem. Tehát itt akkor ez megint egy olyan hétvége, amikor lehet utazni, és viszonylag nyugodt a helyzet. És akkor 6. hónapban elérkezünk nagyjából az utolsó héthez. Ez azt jelenti, hát utolsó hét, tehát 30-a a szerda, tehát még, ott még van. Tehát itt most következő a helyzet. Ezen a héten, ha valaki csak pár napra akar utazni, akkor valójában kedvező lehet a 22-e délután, 14 óra után való utazás, de úgy, hogy 25-én hazajön. Ha minden kötél szakad, akkor 26-án hazajön. Tehát, de az mindenféleképpen, tehát ott az már a hazajövetel. 25-26 az a hazajövetel. Arra jó a bakhold. Elutazni nem jó a bakhold. 21-e és 22-e maximum tenger mellé, és ha választani kell a 21 vagy a 22 között, akkor a 21-et azt kevésbé javasolnám, a 22 az jobb. 22 délelőtt a tenger mellé, délután akárhová, 23 abszolút jó minden szempontból, 24-e is, de nem este, és nem délután, hanem délelőtt, 24-e délelőtt, mert este teli hold van. És 25-26 ott vége ennek a történetnek, azon egyszerű oknál fogva, mert 1-én, július 1-én a Mars és a Szaturnusz szemben állnak. Ez a megközelítettség, ez már előtte kezdi éreztetni a hatását. Mondom, hogy miért. Vasárnap a hold a vízöntőbe ér, együtt áll a Szaturnusszal, előtte oponál a Marssal, és mivel nagy az orbisza, összeköti őket. Tehát a vasárnap már beindul a Szaturnusz oppozíció. A hold már beindítja 27-én ezt az oppozíciót, bár az exakt az majd csak 1-én lesz, de az egészre rányomja a bélyegét. Éppen ezért itt már ez az utolsó pár nap sem műtétre, sem fogászati kezelésre, tehát 28, 29, 30, 1-e, 2-a, 3-a, nem jó. Hát itt arra jó, hogy visszafogjuk magunkat,
óvatos, nem nehéz munkavégzés. Ilyenkor van az, hogy ugye gondoljanak bele, a Mars az meg akarja mutatni, a Szaturnusz pedig, tehát ez az, amikor meg akarunk emelni egy nagy súlyt, és úgy maradunk. Hát tehát a borzasztó nehéz helyzet van ilyenkor a lumbális érintettségű embereknél. A Szaturnusz, tehát Mars már bemegy az oroszlánba, Szaturnusz is a vízöntőbe van, tehát a hátgerinc annyira ki van téve a sebesülésnek, hogy elképesztő. Tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy 26-ig nyugodtan jól érezhetjük magunkat, utána üljünk a fenekünkön, fogjuk vissza magunkat, és kisebb kaliberű dolgot vagy tevékenységet végezzünk el, és akkor is óvatosan, mert egy rossz mozdulat elég ahhoz, hogy egy lumbágót összeszedjen az ember. Hát kérem szépen, egész nyárra elmondtam az utazási lehetőségeket, ezt a hónapot részleteztük. Szerencsére túl nagy és nehéz állások nincsenek. A hónap végén már azért ez a Mars-Szaturnusz ez éreztetni fog, és akkor utána ott az ott a július eleje, az tragikus, tehát ott akkor... De nem vagyunk még ott, most örüljünk a napfénynek, örüljünk annak, hogy júniusban már lehet utazni, kikapcsolódni. Magyarország, gyönyörű ország, csodálatos helyek vannak itt is. Hát jó, nekem ugye kedvencem a Balaton, de imádom a Mátrát is, meg a Bükköt is, meg az egész északi középhegységet, az őrséges, szeretetre méltó, csodálatos tájak vannak a Zselic környékén, a Mecsek környékén, az egész Bakony úgy, ahogy van, megvettem, a Káli-medence, Istenem, de gyönyörű, a Pilis, hát annyira nem vagyok Alföld barát, nem tehetek róla, azt nem annyira mondogattam, de viszont városnézésre egy tiszaparti Szeged, édesem, Istenem, de gyönyörű az a város. De imádom Debrecent is, csodálatosan szép, különösen a nagyerdei része, hát ez egészen fantasztikus. De úgy az egész hangulata, tehát ott a nagy templom, na mindegy, nem turisztikai ügynökség vagyok, csak kicsit nosztalgiáztam. Sokat voltunk bezárva, így aztán az ember már egy kicsit úgy menne. Vagy én legalábbis a Merkúrommal az aszcendense. Vigyázzanak magukra, az a legfontosabb. Minden nap lehet gyönyörű, ha olyan szemüveggel nézzük a világot. Isten áldja önöket, viszontlátásra!